Sziasztok, a Fluhár Laci vagyok, a Viszkis pajtásotok, és megint egy ilyen dicső társaságban van szerencsém kóstolni, akikkel már lekóstoltuk a legutóbbi szerzeményedet, a Tale of Cake. Van, mert a betű is valahol. Na mindegy, a lényeg, hogy valami jól sikerült, és a Laci meg a Tamás szervezésében, Takács Tamás, Várszégi László szervezésében egy új helyszínen szerveztünk egy ilyen kis kóstoló partit, ahol 9 plusz egy tételt kóstolunk, az egy tétel az egy sör. Nem hiszem, hogy egy videóba bele fog férni a 10 kóstolás, de mi garantáltan egy időzónán belül fogjuk végig kóstolni. Úgyhogy az első tétel, amit szeretnénk megkóstolni, a Tamásnak nagy kedvence lett, ugye nálam kóstoltad először, és Talaci megmondta, hogy ő is szívesen belenyalna, úgyhogy ez egy Michers. 1753 óta működik ez a lepárló Amerikában. Én úgy tudom és olvastam, hogy ez a Amerika legrégebbi lepárlója. Tehát tényleg egy ilyen old school sztori. Még az amerikai hadseregnek is szállítottak belőle, úgyhogy tényleg egy nagyon-nagyon legendás történet. Ebből az US number one-ból állítom nem készítenek túl sokat, tehát egy kisebb mennyiség készül belőle, mert egy prémium viszkejnek számít. Vagy egy csak ilyen amerikai sem viszkej, nem tudom. Úgyhogy hát kóstoljuk meg. Egyébként ennek a Michelsnek nyilván lehet utána nézni, mindent lehet tudni erre a lepárlóról. Érdemes, mert jó kis sztoria van. De mi a kóstolásra fogunk most fókuszálni, mert különben éjfélig itt fogunk ülni, a 9 tételt fogunk kóstolgatni. Na lássuk hozzá, hogy milyen ez a Michels. Ugye ez alapvetően ugye kukorica alapú. Viszkiről beszélgetünk. És hát ugye azt lehet tudni, egyébként nekem a viszkis pajtásaim között rengetegen vannak, akik szeretik az amerikai tételeket, és én magam is rajongója vagyok. Mint ahogy az utóbbi időben a svéd viszkiket is nagyon szeretem, és svéd viszkik is szóba fognak kerülni. Plusz lesz ennek egy kihívója, a Woodford. Ja, hát arra is beszélve, hogy itt több különlegesség van, ami még szóba kerül, ugyanis sikerült megszerezni egy ilyen nagyon különleges tételt, ami nagyon kevés készült, aztán csak pár száz darab. Így van, az a Masters Collection része. Woodford Reserve, Chocolate Malted Rye Whisky, ami egy rozs whisky. Meg fogjuk kóstolni. Na nézzük meg, hogy ez a Michels, ez hogy csúszik Laci barátomnak, yeah. Várszegi úrnak. Hát egy jó intenzív vaníliás. Tömény vanília. Fahéj. Klasszikus bőrben jegyek. Annak ellenére, hogy 41%-os. Elég erős. Alkoholos? Igen. Igen. Lehet, nem ártam neki egy pár perc levegőztetése. Hát most... Tehát eltekintünk. Covid van, 8-ig haza kell érni. Tényleg 8-ig haza kell érni. Így van. Nem alszunk ki. Nagy álljunk bele, milyen. Egészséget. És az egészségetekre. Ez isteni finom. Ez ilyen mézes, mazsolás. Kicsit magyar. Középtájkan egy kis erős fűszer, nem? Igen. Kis fűszeres típus. Nagyon jó. Lecsengésen milyen brutál. Laci, neked hogy ízlik? Te vagy itt most közöttünk a kezdő. Ebbe a tételbe. Nem. Ebbe a tételbe, bocsánat. Ebbe a tételbe, ebből a... Tényleg amerikai bourbonből ugye nálam kóstoltad az első? Igen, a Woodford Reserve. Woodford, aha. És te meg most megkoronázod ebből a csoklettal majd. Igen, csoklettmáltal. Na milyen ez a... Finom. Hát nekem egy kicsit alkoholos. Ahhoz képest, hogy... Mert a második kortra majd. Majd az... Azért mondom, hogy érdekes, hogy ugye 41% és mégis olyan, mintha egy 50 lenne. Mekkora szórás van egyébként valóban, hogy egyes viszkiknél még az 50-et is nem érezni, például a Smögennél nem érezni azt a hordó erősséget annyira. Max 50-nek, ugye, ahogy említetted. Ja. Lesz egy svéd különlegességünk, egy favorit szintén a csoklet után.
Na milyen? Hát más, mint a Woodford. Kicsit fannerabb. Szerintem a Woodford az édesebb. Ez egy ilyen lágyabb. Igen. Kicsit most tudom, hogy furán hangzik, csajosabb, egy kicsit ilyen populárisabb ízvilág, ugye? Ez azért egy, ez inkább egy, azt mondjam, egy erőteljesebb. Sokkal erőteljesebb, ja. De ez lehet, hogy ez benne jó nekem, mert ez egy kicsit nekem viszont gazdagabbnak tűnik. Nekem ezért ízlik annyira. Uh-huh. Na, egy klasszikus. Mondhatjuk, hogy ajánlott étel? Fú, nagyon. Ajánlott. Mitchell's US van. Még mindig megmarad az alkohol, pedig most így hogy ittunk is már belőle meg. Érdekes, hogy elsőre nem vettem észre, hogy ez ennyire alkoholos. Pedig már látod, mennyi hiányzik belőle. Lehet, hogy nem elsőre kóstoltam. És mennyire... Azért ezt a tölcsfahordót is érezni benne a vége felé. Azt akartam mondani, hogy mennyire érződik egy kicsit a hordó. Ugye a lecsengésbe. Ez a fűzeles hordós íz. De hosszú lecsengés van. Nagyon enyhén tölgyes. Nem? Hosszú, száraz. Nagyon jó. Minden jön benne. Vanília. Mitchell's 1753. Legyünk egy sikersztori. Aki teheti, próbálja ki. Én 55 euróért tudtam megvenni Ausztriába. Úgyhogy számoljátok hozzá egy a magyar költségeket, de nem könnyű megszerezni, nem is tudom, hogy itthon lehet-e kapni. Szerintem inkább ilyen 20 pár ezer forint környéke. Na, lépjünk tovább. Mitchell's az eddig győztes volt. Na, mi legyen a következő tétel? Azt mondod, egyből lépjünk át a következőre? Tartsunk egy kis szünetet, egy csipentsünk egy kis falatsajtot. Egy kort vizet. Például. Jó. De mi legyen a következő tétel? Mit kóstolunk? Jöhet szerinted a 21 éves bontatlan arra? Legyen az. Jó, legyen az. Akkor folyt köv.